Hát először is azzal kezdeni volt hatalmas megtiszteltetés minden korosztályos válogatottban szerepelni, különösen most, amikor játszunk a felnőtt liga válogatott ellen. Nagyon örültem, amikor megkaptam a meghívót, és örömmel jövünk ide. Hát reméljük, nagyszerű meccset fogunk játszani. Szerintem mondta Antibá is, hogy ettől erősebb NB1-es csapattal nem is játszhatnánk, úgyhogy remélem nagyon jól fog sikerülni a felkészülés, és hát itt a lehetőség Egervár és Annyibá előtt bizonyítani, hogy kire lehet számítani majd jövőben a nagy válogatottba. Örülök, hogy először is, hogy itt lehetek. Ez egy nagyon jó alkalom, mint ahogy a kapitány is mondta, hogy az NB1-es játékosok megmutathatják magukat így közelebbről is, és tényleg ez az előfolyosója annak, hogy valaki bekerüljön a magyar válogatottba. Úgyhogy bizakodó vagyok, és úgy gondolom, hogy mindenki várja a mérkőzésre, oda fogja tenni magát. Hát a Tamástól igazából szerintem senki nem vár semmit, igazából nekünk fiataloknak ez annyiból jó, hogy megmutatjuk magunkat a szövetségkapitánynak, hogy lesznek sok ilyen fontos ember kint a mérkőzésben, a menedzserek, különböző csapatoknak az előjárói, úgyhogy nekünk ez abszolút jó, mert megmutatjuk magunkat. A liga válogatottnak meg hát ugyebár az szövetségkapitányok bizonyíthatnak, és hát gondolom ők be akarják magukat verekedni a keretbe. Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, hiszen mindenkire figyelnek. Tehát nem csak úgy van, hogy van a válogatott, hanem akik itthon is futballoznak, azok is úgymond számításban vannak véve, tehát bármikor bekerülhetnek ők is az első keretbe. Nagyon jó mérkőzést fogunk látni, egy erős ellenfél eszembe, azért liga válogatott, ez nem olyan rossz, ugye. Csatársra is azért Nikolic, Lencse, elég jó formában lévő két csatár, és teljes egészében szerintem, aki kilátogatott, az jó mérkőzést fog látni. Kiegyenített mérkőzés volt, mindenféleképpen látszott, hogy összeszokott van a csapat, a mozgások terén sokszor egy helyre futottunk, de úgy érzem, hogy remekül telt ez a két nap, mindenki megismerte a másikat, személy szerint én is remekül éreztem magam, és bízom benne, hogy összességében azért pozitív benyomást tettem a kapitányra. Az időjárás ellenére nagyon jó mérkőzést sikerült játszanunk az U21-es válogatottal, nagyon kemény csapatnak bizonyultak, úgyhogy meg kellett szenvednünk a győzelemért. Sok helyzetet kidolgoztunk, igaz, kicsit kapkodtunk a végén, az utolsó passzokban hiba csúszott, úgyhogy ezért lehetett csak ilyen csekély a győzelem, ezzel nem lebecsülve a másik csapatot, de úgy érzem, hogy ha odafigyelünk a végén, akkor több gólt is nyerhettünk volna, de így is elégedettek lehetünk.